Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Példaértékű összefogás Szekszárdon, a polgármester szerint ennek köszönhető, hogy csak 6 koronavírusos beteget kezeltek a városban. Megszűnt az idősáv, a vevők és az eladók is üdvözlik az intézkedést. Magyar falu program 40 milliárd forint áll idén a kis települések rendelkezésére. A biskói komp katasztrófáról emlékeztek meg, több mint 200-an haltak meg a tragédiában. A társadalmi összefogáson volt a hangsúly az elmúlt 2 hónapban Szekszárdon, jelentette ki Ács Rezső, a város polgármestere, a járványügyi helyzet értékelésekor. A városvezető szerint ennek köszönhető, hogy Tolna megyében mindössze 17 koronavírus fertőzött volt. A szekszárdi kórházban 6 beteget kezeltek, de senkit nem kellett lélegeztetőgépre rakni. Március óta naponta vitték házhoz a melegételt, élelmiszert vagy éppen a kiváltott gyógyszert önkéntesek az időseknek a koronavírus járvány idején. Nem csak a 65 év felettieknek segített így a szekszárdi önkormányzat, hanem a családoknak is, hiszen az oktatási intézmények bezárását, valamint a digitális oktatás bevezetését követően az iskolás gyerekeknek is házhoz szállították az ebédet. A szekszárdi városvezetés továbbá a gyerekfelügyeletet is megszervezte azokra gondolva, akik dolgoztak járvány idején. A szociális étkezésben több mint 10 000-en, a házi segítségnyújtásban több mint 8 600-an vettek részt, és több mint 15 000 adag ételt szállítottak ki az otthon lévő gyerekeknek. Összegezte az elmúlt 2 hónapot Ács Rezső szekszárd polgármestere, aki a törvényi előírásoknak megfelelően idáig egy személyben hozta meg a döntéseket. E hét szerdáig ugyanis rendkívüli jogrend volt érvényben. Úgy hoztam döntéseket, hogy a különböző bizottságoknak, egyéni képviselőknek a javaslatát kikérte, és meghallgattam. Természetesen nem minden esetben született ugyanazon ügyben egy olyan döntés, amelyet ők támogattak, sőt volt olyan döntés, amikor a különböző képviselők ellentétes véleményt fogalmaztak meg, akkor el kellett dönteni, hogy milyen döntéssel fogom lezárni az adott ügyet. De dönteni kellett. A polgármester az első legfontosabb döntései közé sorolta a költségvetés elfogadását. Ezt annak az érdekében hozta meg, hogy a járvány kezelésére a forrás rendelkezésre álljon. Több millió forintot költöttek védőfelszerelések beszerzésére, a közterületek fertőtlenítésére. Tolna megyében összesen 17 koronavírus fertőzött volt, a szekszárdi kórházban 6 beteget kezeltek, de senkit nem kellett lélegeztetőgépre rakni. Ács Rezső azt mondta, ez is annak köszönhető, hogy mindenki betartotta a szabályokat, az ellátórendszer pedig szervezetten gördülékenyen működött. Az önkormányzatnál 10 munkacsoport alakult a járványügyi helyzet kezelésére, a döntésekről pedig folyamatosan tájékoztatták a lakosságot. A városvezető a járványügyi helyzet kezelésével párhuzamosan a beruházásokat is folytatta. A városnak fejlődnie is kellett. Úgyhogy az ügyeleti központnak az építése elindult, generációpályának az építése el tudott indulni. Egy 5 milliárdos keretet nyertünk útépítésre, és 2 milliárd forintot pedig az ipari park fejlesztésére. Tehát nem csak a napi teendőkkel voltunk elfoglalva, hanem igyekeztünk jól lobbizni. A városvezető kiemelte, egy már jól működő rendszerrel és raktáron levő védőfelszereléssel készülnek a járvány második hullámára, ami őszre várható. A szállodai korlátozások feloldása után a vidéki szálláshelyek zöme, ha teheti, azonnal újraindítja szolgáltatásait. Egyes szállodaláncok azonban nem minden egységet nyitnak meg. A tapasztalatok szerint a szállodákban még hónapokig nem éri el a foglaltsági szint, a szezonra jellemző értéket. A külföldi vendégkör nagyon lassú felépülése mellett a szektor éves szinten a foglaltság 40-45%-os visszaesésével számolhat. Júniusban a vidéki szállodák 20-50%-os foglaltsága várható, 50-60% fölötti mutatót júliusban és augusztusban is, elsősorban a balatonparti, más tóparti termál régiókban, illetve nagyobb vidéki városokban található szállodák érnek el. Csütörtök óta már bármikor vásárolhat bárki a hazai üzletekben. A bolti idősávok eltörlését a járványhelyzet megszűnése indokolta. Az intézkedés megszűnését a vevők és az eladók is üdvözlik.
márciusban vezette be a kormány a bolti idősávot. Ennek értelmében a 65 év felettiek csak délelőtt 9 és 12 óra között vásárolhattak, az üzletekben pedig mindenkinek kötelező volt maszkot hordani és másfél méteres védőtávolságot tartani, az idősávot viszont a héten feloldották. Hát már illő volt. Illő volt ennyi hónap után. Én örülök neki, mert hogy én déltől hatig dolgozom, tehát így nekem ez probléma volt, hogy akkor délelőtt nem mehettem boltba, úgyhogy én örülök neki. Bár az idősávot feloldották, a korlátozások egy része, mint a kötelező maszk használat és a védőtávolság tartása a boltokban továbbra is kötelezőek. A nyakamba lihegtek a vásárlók, mert annyira tolakodtak a pénztárnál. Most ez kimondottan jó, ez a másfél méteres távolság. Legalább egy métert, ha megtarthatunk ezután is, akkor az tökéletes. Az egyik szekszárdi patika vezetője azt mondja, hatalmas teher volt nekik, hogy betartassák a járvány miatt meghozott a bevásárlást érintő korlátozásokat. Náluk többször is előfordult, hogy rossz időben érkező ügyfeleket kellett elküldeniük, ezért ők is örülnek az enyhítésnek. Nagyon sokat kellett tennünk azért, hogy ne növeljük a kontaktok számát azzal, hogy a rossz időben, rossz idősávban jelentkező vásárlóinkat el kelljen küldeni, és nekik még egyszer el kelljen jönni. De ezt meg tudtuk oldani elkülönítéssel, vagy ablakon keresztül, ügyeleti ablakon keresztül szolgáltuk ki őket. Hogy a kötelező maszk használatot és a kötelező védőtávolságot mikor oldják fel, egyelőre nem lehet tudni. Kiemelten ellenőrzi az adóhatóság az építőipari vállalkozásokat a jövő héten Tolna megyében. A revizorok vizsgálják majd a foglalkoztatottak bejelentését, a foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartások vezetését és az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak betartását is. Ellenőrzésekre elsősorban Pakson, Bonyhádon, Tolnán, Dombóváron és Tamásiban kell számítani. Eddig több mint 170 ezer munkavállaló után igényeltek munkahelyvédelmi bértámogatást a hazai cégek, erre év végéig van lehetőségük. Az ehhez szükséges kérvényeket pedig augusztus 31-ig lehet benyújtani a kormányhivatalokhoz. Az elbírálás folyamatos, eddig már több mint 150 ezer munkavállaló esetében született kedvező támogatói döntés. A cégek és a munkavállalók közösen dolgozónként átlagosan több mint 165 ezer forint állami támogatásra pályáztak. Folyamatosan fejlődnek a Tolna megyei kistelepülések a Magyar Falu programnak köszönhetően. Van, ahol még tartanak a tavaly elnyert pályázatok munkálatai, de már az idei évre tervezett új fejlesztésekre készülnek. A program során idén 40 milliárd forintra pályázhatnak az önkormányzatok. Az orvosi rendelő épületét fejlesztenék a Magyar Falu program keretében idén Siolgárdon. A település önkormányzata tavaly is pályázott, eddig mások mellett már az óvoda szépült meg itt így, de egy központi játszóteret is kialakítottak a faluban. Most jelen pillanatban, amiben nagyban gondolkodunk, az útfelújítás, az orvosi rendelőnek a felújítása, ezek talán így összegileg a legnagyobbak, de minden pályázat fontos, hiszen nem csak az összeg mutatja meg azt, hogy mennyire hiányzott eddig a község életéből, hanem ugye a pályázatnak a kiírásának a célja is. A Magyar Falu program során a kistelepülések középületfejlesztések mellett orvosi eszközökre, a falvak karbantartásához szükséges gépekre és bértámogatásra is pályázhatnak. Idén a Magyar Falu program során összesen 40 milliárd forinthoz juthatnak hozzá így az önkormányzatok. Györe tavaly 3 pályázaton nyert pénzt a program során, így új orvosi eszközöket vásároltak, többek között csecsemővizsgáló ágyat, látásvizsgálót és új EKG-t is be tudtak szerezni, valamint a rendelő várótermét is fejlesztették. Járdaépítésre és rendezvénybútorok beszerzésére is megnyerték a pályázatokat. Az orvosi eszközökre és bútorokra 2,5 millió forintot nyertünk, járdaépítésre 5 millió forintot, és a bútorokra, rendezvény, sátorra, sörpadokra, sörasztalokra, erre a garnitúrákra több mint 7 millió forintot. Aparhanta tavalyi évben 2 pályázaton nyert támogatást, az óvoda udvari játékaira nyertek 5 millió forintot, és a rendelő felújítására 30 milliót. Az orvosi rendelő felújítása még zajlik, de a pályázatban leírt feltételeknek megfelelően július végére befejezik a munkálatokat. Az orvosi épület rész teljesen felújul, a tetőcsere történt meg, hőszigetelést kap az épület, napelemes rendszer kerül kiépítésre,
illetve a helységek egy része átalakul, és a mozgáskorlátozottak részére is megközelíthetővé válik. Az óvoda játékainak cseréjére, korszerűsítésére legkésőbb novemberig kerül sor a Parhanton, de a polgármester reméli, hogy kész lesz, mire szeptemberben elkezdődik az óvoda. 1887. június 18-án következett be az ország történetének egyik legtöbb áldozatot követelő vízi katasztrófája, egyben Paks történetének legnagyobb tragédiája. A biskói komp katasztrófában több mint 200-an lelték halálukat a kalocsai búcsúra tartva. A katolikus egyházközség azóta zarándoklatot szervez a tragédia áldozatainak emlékére. A 133 éve történt komp tragédia emlékét ez az 1987-ben állított emlékmű, valamint a Szent Vendel kápolna keresztje és a Dunaparton a biskói révben 20 évvel ezelőtt felállított homokkőből készült Jézus szobor őrzi Pakson. A katolikus egyházközség minden évben zarándoklatot szervez. A résztvevők ezúttal is a Szent Vendel kápolnánál gyülekeztek, majd a Dunai töltésen át gyalogos zarándoklat indult az egykori révhez. Nem a tragédiát adtak, tragédiáért adtak hálát valószínűleg őseink, hanem inkább azért a lelkületért, hogy ők nem elfordulnak Istentől, hanem közelebb kerülnek hozzá egy tragédia kapcsán. Megszólítjuk a közösségünk tagjait, illetőleg nyilvánosan is hírül tesszük, hogy van ez a zarándoklat, hiszen ez a paksiaknak egy közös fogadalma. A fogadalom pedig, hogy minden évben megemlékeznek az 1887. június 18-án reggel történt katasztrófáról, mely Paks történetének legnagyobb vízi balesete. A körülbelül 400 fős tömeg a kalocsai Jézus szíve búcsúra igyekezett, amikor elsüllyedt a komp. A tragédiának több mint 200 halálos áldozata volt, zömmel asszonyok és gyerekek. A most emlékezők között is volt, aki érintett a komp tragédia kapcsán. A Dunaparton a Jézus szoborhoz érve a zarándoklaton résztvevők imádságával és a szobor koszorúzásával zárult az emlékező túra. Modern kortárs táncpedagógusi nívódíjat kapott Hitter Zsolt a Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Székhely Intézményének tanára. A Táncpedagógusok Országos Szövetsége június 7-én pedagógus nap alkalmából tüntette ki az arra érdemes tanárokat. A több éven keresztül nyújtott munkássága eredményei adták az ajánlást, a szövetség elnöksége pedig megszavazta, hogy idén ő legyen az egyik nívódíjas pedagógus. Nagyon meglepett a dolog. Nem is én, volt, aki előbb tudta, mint én. Egy volt csoportásom, kolléganőm gratulált először, hogy gratulál a díjamhoz, és akkor én majdnem visszaértem neki, hogy gyakorlatilag én nem neveztem sehova, tehát nem kaphatok díjat, de utána olvastam levélben, hogy a Táncpedagógusok Országos Szövetsége nívódíjban részesített. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Új üzemet nyitottak a baranyai két új faluban, megváltozott munkaképességűeknek biztosítanak kereseti lehetőséget. Látogathatók a könyvtárak, Kaposváron és Fonyódon is sokan várták az újranyitást. Vállalják a másodosztályt, MB2-ben indul a Szentlőrinci labdarúgó csapat. Új üzemet nyitottak a baranyai két új faluban csütörtökön, megváltozott munkaképességűek dolgoznak az önkormányzat épületében kialakított termelőegységben. Az önkormányzat a terület országgyűlési képviselője és a helyi döntéshozók együttműködése eredményezte azt, hogy az üzem létrejöhetett, mondta megnyitón a szociális ügyekért felelős államtitkár. Szemmel ellenőrzik, ha kell ollóval, igazítják ki a munkadarabokat két új faluban, majd zacskóba kerülnek az alkatrészek. Sok a fiúk ott van, hegeztik le, ott hátul meg dobozolják. Ez a munka folyamat vége, a végtermék pedig a szaniterek mögé kerülő szigetelés méretre szabva. Megváltozott munkaképességűek végzik ezt a munkát. Adódott egy lehetőség és éltünk vele. Nagy örömünkre szolgál, hogy itt állhatunk az első tényszerűen megnyíló önkormányzat által generált munkahely megnyitó ünnepsége. Ez a lehetőség is megmutatja, hogy Magyarország kormánya a kis településeken megvalósuló fejlesztésekkel is foglalkozik, ami az ország életében lehet, hogy elhanyagolhatónak tűnik, de itt helyben kiemelkedő és legfontosabb eredményekhez tartozik. Az önkormányzat alakította ki az üzemet. A munkát a Kézmű Erfó Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. Biztosítja, amely 100%-ban állami cég. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy
azok az emberek is munkát találnak, akik egyébként a cégcsoport működése nélkül nem kapnának munkát a környéken. És én szeretném megköszönni mind az itt dolgozóknak, mind a központban dolgozóknak azt az áldozatos hozzáállását, amivel fölkutatják azokat a piaci lehetőségeket, amikkel élve munkát tudunk adni közösen ezeknek a családoknak, ezeknek az embereknek. Mondta a terület országgyűlési képviselője. Az állami cég az egész ország területén közel 140 telephelyen foglalkoztat megváltozott munkaképességűeket, majdnem 10 000 embernek adnak munkát. Akkor, amikor munkahelyek szűnnek meg, sajnos elsők között érintettek a megváltozott munkaképességű munkavállalók is. De egy állami cégcsoportnak, aki az ország minden pontján jelen van, az egyik legfontosabb feladata, hogy mentőövet nyújtson az embereknek, és az ilyen nagyarányú fejlődés, amit itt hétről hétre produkálunk, azt mutatja, hogy igény van arra a mentőövre, amit mi tudunk nyújtani. Ez különösen igaz a mostani koronavírus miatt sújtott gazdasági helyzetben, mondja a tulajdonosi jogokat gyakorló államtitkár. A munkahelyek létrehozásának az értéke most a járványidőszakkal terhes időben még nagyobb, mint valaha volt. Ezért szerintem a két új falui 20 fős beruházás az egy országnak szóló üzenet is, hogy amikor összefog az önkormányzat, összefog a kormányzat és összefog a céges világ, akkor lehet új beruházásokat létrehozni. Úgyhogy ezt a nevemben és a kormány nevében a támogatáson túl természetesen csak megköszönni tudom. A 20 fős foglalkoztatotti létszámot 40-re szeretnék növelni év végére két új faluban. Jelenleg ma hazánkban 150 ezer megváltozott munkaképességű dolgozik. Jövőre 45,6 milliárd forintot fordít az állam, hogy további munkahelyeket teremtsen nekik, mondta az államtitkár a Baranyai Üzem ünnepélyes megnyitóján csütörtökön. 3 hónap után újra kinyithattak a könyvtárak, Fonyódon a helyiek és a nyaraló tulajdonosok is felkeresték már az intézményt, Kaposváron pedig sorban álltak az olvasók, a bibliotékában kötelező a maszk viselése, valamint több helyen is kézfertőtlenítőket helyeztek ki, és arra kérik a látogatókat, hogy tartsák a 1,5 méteres távolságot egymástól. A koronavírus járvány miatt 3 hónapig tartott zárva a Fonyódi könyvtár. Az olvasók már nagyon várták, hogy jöhessenek a bibliotékába. Az az igazság, hogy előtte vittem több könyvet, meg van otthon is sok minden, meg e-könyvet is olvasok. Úgyhogy vártam, visszahozhassam meg a kedvenc íróimtól kereshessek. Néhány napja nyitott újra a Fonyódi könyvtár. Azóta sokan keresték már fel az intézményt, mondta Ellenberger Ildikó. Az első tapasztalatunk az, hogy azok az olvasók jöttek, helyi olvasók jöttek be, akik nem vették igénybe a házhozszállítás szolgáltatásunkat, amit április 28-a óta vezettünk be. És mivel Balatonparti kis település vagyunk, kisváros vagyunk, nagyon sok olyan nyaraló tulajdonos van, aki alig várta, hogy kinyisson a könyvtár, és hogy eljöjjön hozzánk. Április végén indították a házhozszállítást a fonyódi könyvtárosok. A 1,5 hónap alatt mintegy 1000 kötetet vittek ki az olvasókhoz, és 800 könyvet hoztak vissza, összegezte Ellenberger Ildikó, aki felhívta a figyelmet a bibliotékában hozott intézkedésekre. Belépéskor kérjük a szájmaszk használatot, a kézfertőtlenítést és a 1,5 méteres távolságtartást. Maszkokban vártak a nyitásra az olvasók a kaposvári könyvtár előtt. Sorszámot és kézfertőtlenítőt kaptak belépéskor az olvasók. Korlátozást hoztunk, 20 főt engedünk be a főkönyvtári épületbe egyszerre, és 5-öt a fiók könyvtárba. Úgyhogy valamikor sorban kell állni egy picikét. Egyelőre nagyon sokan hozzák vissza azokat a könyveket, amik ugye a látogatási tilalom alatt kölcsönzésben voltak, habár igyekszünk hangsúlyozni, hogy június végéig semmiképpen nem kérjük késedelmi díjat, tehát ha valaki a jövő héten jött be, akkor se fog fizetni a kint lévőségekért. A kaposvári Takács Gyula megyei és városi könyvtár is házhoz vitte a köteteket a koronavírus járvány idején. Strandolásra és pihenésre vágyik a gyerekek többsége. A vakáció már megkezdődött, és sokan ki is használják a lehetőséget arra, hogy víz közelben legyenek. Megtelt strandolókkal a kaposvári virágfürdő. A pihenés mellett sok gyerek az aktív kikapcsolódást részesítette előnyben. Imádok itt lenni, egyrészt mert rendesen le tudok barnulni,
Másrészt rengeteg csúszda van, hatalmas élményt nyújt számomra. Én nagyon szeretek itt lenni. Főleg, hogy a homokfociba is tudunk focizni. Van strandlöplabda, az is homok alapú. Az általunk megkérdezett gyerekek többsége víz közelben, strandon tervezi a nyarat. Hogy sokat leszek itt, és hogy minden többet fogok itt fürödni. Szeretsz strandolni? Igen. Mi a jó ebben a strandban? Sok csúszda van, és úszkálni lehet, és sok minden van itt. A vakáció kezdetével megteltek a fürdők és a vízpartok. Szeretnénk elmenni külföldre is, meg mindenféle strandra szeretnénk járni. Számos kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek a nyár folyamán országszerte. A kaland és túratáborok mellett népszerűek a vitorlás és a kreatív programokat kínáló ajánlatok is. Sajtótájékoztatón jelentette be a Szent Lőrinc Ese, hogy vállalja a szereplést a labdarúgó másodosztályban. A döntésben nagy szerepet játszott, hogy Magyarország kormánya segítséget nyújt az MB2-es induláshoz szükséges infrastruktúrális fejlesztések megteremtésében. A szakosztály komoly szakmai és gazdasági alapokra fekteti a profiliga szereplést. Vállalja az MB2-es szereplést a Szent Lőrinc Ese. A nyugati csoportot megnyerő, de feljutási jogával nem élő ért helyet lép fel a csapat legjobb másodikként a profiligába. Az erről tartott sajtótájékoztatón Nagy Csaba országgyűlési képviselő kiemelte, hogy óriási lehetőség ez, nem csak Szent Lőrinc, hanem a környéken érő emberek, fiatalok, valamint a baranyai foci számára is. 1912-ben alakult az Egyesület, azt gondolom, hogy az elmúlt közel 100 évben ez a legnagyobb feladat, ami előtt áll. Én biztos vagyok abban, hogy a szakmai stáb az mindent megtesz annak érdekében, hogy helytálljon a csapat, és abban is biztos vagyok, hogy sok más csapat fog itt Szent Lőrincen megízadni a hazai mérkőzéseken. Ez egy jó példa valamennyi Szent Lőrincinek, hogy idáig is el lehet jutni. Azok a fiatalok, akik már óvodáskorukban elkezdik kergetni a labdát, és van kitartásuk, nagy sikereket érhetnek el, hangsúlyozta Koltai Péter polgármester. Akármelyik korosztályban, tehát ugye U15-ben, U17-ben se bent tudnak maradni, akkor én bízom abban, hogy lesznek olyan Szent Lőrinc és környékbeli gyerekek, akik az MB2-es csapatba, ha majd valamikor, vagy magas szinten fogják ezt a sportot űzni. A példa az mindenképpen itt lesz előttük, és én remélem, hogy az előbb ezzel a sajtótájékoztatón is elmondtam, hogy nem kerül háttérbe az utánpótlás nevelés. Ez egy profi csapat, ez profizmus, és talán előnyös, vagy jó hatással lesz az utánpótlás nevelésre és a szemléletre. Fekete Tivadar szakmai vezető elmondta, hogy a jövőben még profibban kell gondolkodniuk. Több edzővel is tárgyalnak jelenleg, aki a következő idényben átveheti a csapat vezetését Lóci Istvántól. A korábbi vezetőedző munkájára az utánpótlásban számítanak ezen túl. 22-én fogja kezdetét venni az első edzés, ahol fog találkozni ugye a szakmai stáb, illetve a csapat. Persze ez még nem azt jelenti, hogy azzal a kerettel, amely 22-én ott is lesz, ez lesz a végleges. Lesz egy, én úgy gondolom, egy jó két hete a szakmai stábnak, hogy velem leegyeztetve azt a keretet kialakítani, ami versenyképes lehet itt az MB2-ben. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy biztosan lesz olyan időszak, amikor nem játszhatnak saját pályájukon az infrastruktúrális fejlesztések miatt. Ez egy 600 fős lelátó, vendégszektor, pályafűtés, parkoló és vízelvezető rendszer kialakítását, valamint tévéközvetítésre alkalmas világítás és kameraállványok telepítését és öltöző felújítást jelent. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Példaértékű összefogás Szekszárdon. A polgármester szerint ennek köszönhető, hogy csak 6 koronavírusos beteget kezeltek a városban. Megszűnt az idősáv, a vevők és az eladók is üdvözlik az intézkedést. Magyar Falu Program 40 milliárd forint áll idén a kis települések rendelkezésére. A biskói komp katasztrófáról emlékeztek meg, több mint 200-an haltak meg a tragédiában.
Szombaton és vasárnap a hőmérséklet jelentősen elmarad az évszakos átlagtól, változó zömmel összefüggő olykor kissé szakadozottabb felhőzet mellett kikisüthet a nap, de zápor is kialakulhat a térségben. Hétfőn is a felhőké lesz a főszerep átmeneti napos időszakokkal, eső addigra viszont már nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!